Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Fogadó Óra. A stúdió vendége a Cigle frakció önkormányzati képviselője, Magyar Károly. Köszöntöm Önt is, képviselő úr, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a Cegléd TV lakói, vagy nézőit, és a Cegléd város lakóit, akik figyelemmel kísérik legalább, hogy mi folyik ebbe a városba. Képviselő úr, többször említettük már. Ön fogalmazta meg, és ezzel kapcsolatban mindig voltak észrevételei, ellenzékiség vagy városi érdekképviselet. Most napjainkban ezzel kapcsolatban a frakció mi a város érdekében készült, nem önös érdekekből dolgozott. Tehát mi összetartunk a frakcióval, mindent megbeszélünk, összehozzuk magunkat, és egyformán van véleménynyilvánításunk, nem parancsra, hanem a józan paraszti ész alapján. Ami az ellenzékről nem elmondható, hogy parancsra teljesít vagy nem. Ott van a következő pont, ugye volt egy szavazásunk, hogy a városban eladott ingatlanoknak... Ez az a bizonyos 15%, hogy a vagyonkártyaértékesítéséből származó bevétel 15%-a kerüljön elkülönítésre. Igen. Ezzel kapcsolatban most mi a helyzet? A múltkori vagy előtte lévő testület ülésen megszavaztuk. Én szerintem az ellenzék elbambult és megszavazta, hogy legyen. Következő az ellenzék? Az ellenzék megszavazta, igen, a Fidesz frakció megszavazta, hogy legyen 15% elkülönítve. Nem figyeltek oda, vagy nem jól kapták az utasítást, hogy egyszerre kell szavazni, és innentől kezdve ugye a következő testületülésen megint felvetődött ez a kérdés. Ők előhozták, megint új szavazás lett belőle, és akkor leszavazták, hogy ne legyen elkülönítve semmilyenféle készpénz vagy egyéb, amire szükség lenne. A 15% arra lett volna jó, hogyha van uniós pályázat, önerő legyen, meg van egy ingatlan vásárlás eset, amit hogy meg lehetne venni, vagy egyéb, vagy bármilyen költségre elkülönítve, ha ingatlant eladtunk, abból illene ingatlant vásárolni is, vagy csak fenntartásra fordítani. Nem behasználja a költségekbe egyébként. Balatonszárszói táborral kapcsolatban vannak-e fejlemények? Hát a fejlemények ugye a kezdettől kezdve, amik nyomon követtük, lehet, hogy már nem is lenne Ceglédváros tulajdonában, valaki eladta volna szép csöndbe. De a DTKH erre kötelezettséget vállalt, hogy 100 millió forintot rákölt, és nyaralt a gyerekeket. Most egyelőre december 31-ig 50 milliót költ rá, le kell menni megnézni, elszámol vele, mert itt azt mondták, hogy a tervezési stádiumban van az átalakítás. Most 50 milliót ráköltünk a tervezésre, akkor sose lesz kész. Én félek a DTKH üzlelmeitől egyébként. Van Cegléden még egy ingatlan, senki nem tudja, de a Vejérház, úgymond a kék biztosítóház volt a Rákóczi út, ezt tudja mindenki. Az az ingatlan a DTKH tulajdona. Nem csinál vele semmit, ott hagyta parlagon, lepusztult gyakorlatilag, állagmegóvást kéne létrehozni rajta, és olyan beruházás, hogy felajánlani a városok, hogy használjuk esetleg galériának bármilyen. Miért megy ott az tönkre? És ugye a DTKH, ha javassuk a híreket, gyakorlatilag a hulladék gazdálkodás átkerül a MOL-hoz. Na akkor utána megszűnik a DTK, vagy az viszi magával tovább, hogy nem értjük. Tehát ezek az ingatlan machinációk, akit állami cégek, meg szolgáltatók ugye meg tudnak szerezni, azt nem akarják javítani, nem akarnak változtatni, meg felújítani se. Más városi szinten, és ez nagyon sok szempontból és konkrétum kapcsán vizsgálható, beruházások, fejlesztések, pályázati pénzek felhasználása? Beruházások nagyon gyengén működnek. Nálunk. De nem tudom, nincs konkrét célja ennek az egésznek. Az a beruházás, amit például önálló pályázatként a termálfürdő adott be, 250 millió forintra, igazság szerint fejlesztést, hogy a termálfürdő fejlődjön, az uniós pénz közvetlen, az megjön. De vannak olyan fejlesztések, amik utcaépítés, tehát gyakorlatilag foltozzuk a foltot, és akkor sem lesz kész. Nincs különösebb beruházás. A sportberuházások szépen működnek, de az teljesen egy különálló 10-20%-ot érintő, városlakot érintő létesítmény. Véleményállásfoglalása az épülő rendelőintézettel kapcsolatban, ott ugye csomó pont is készül. Igen, a rendelőintézet megépül. Igazság szerint Földi László országgyűlési képviselőnk bejelentette, hogy ágya a centét per 300 valány napról indult, már eltelt biztos vagy 50 vagy 60 nap, hogy mikor lesz kész. Ha kész lesz, akkor is a csomópont addig nem lesz rendezve. Hát nem értem. Nagykörösön a temetőnél egy körforgalmat megépítettek 2 hónap alatt a lámpás kereszteződés helyére.
Itt nem működnek ezek a dolgok. Előre kéne gondolkozni, ha csak abba, hogy csapongjak a gondolataimba, abba a tervezésbe, amit a Virág utcai óvodánál 6 parkolóra vagy 10 parkolóra hoznak létre, annak van egy tervezője, gyakorlatilag Hódmezővásárhelyen tervezik, itt meg föltárják, mikor már kész a terv, hogy hol mennek a vezetékek. Tehát ha így indulunk neki, egy egyszerű parkolóépítésnek azt a körforgalmatot kiváltani, megépíteni, ami nagyon fontos lenne a kamionforgalom miatt is, meg a rendelőintézet miatt is. És hogyha a még most itt bent működő rendelőintézet épületére gondolunk? A működő rendelőintézet elméletileg az állam tulajdonában lesz, én úgy tudtam meg, hogyha innen kiköltöznek, de meg kellene hagyni legalább a labort, meg az orvosi rendelőket, akik olyan orvosok rendelnek ott. A magánorvosi rendelők is van, meg a sima orvosi rendelők is. Fölütte meg lakásokat. Tehát belépni kéne, hogy állambácsi mit 1 forint átadja nekünk, és már egyből tudjuk, hogy mit akarunk vele kezdeni. Na akkor gondolkozunk, hogy húha, ott az épület most akkor el kéne adni, vagy bérbe adni. Hát előre gondolkodunk. Én józan paraszt észre előre gondolkodom mindig. Ami van, abból kell gazdálkodni. Itt sokan ezt nem tudják. Mindig várják a csodát, meg a felsőbb utasítást valakitől, hogy megkapják, hogy mit lehet vele tenni. Jelentős beruházás és fejlesztés a Kossuth gimnázium épületének megújulása. Éppen ideje lett. Gyakorlatilag Taópészben nagyon szépen építkezik a sportpálya, mindenki építkezik belőle. A sportcsarnok is, egy gimnázium 120 év után helyre jönne, miért nem fúrunk oda és termálkutat? Most fölkaptuk ezt a termálvízfűtést. Nekünk van termálkutunk, a Magyar Szövetség sarkán is van egy termálkut, ott megy tönkre. Nem használja senki, nem. Az is a magyar állam tulajdona, és még akkor sem működik. Tehát, beruházáskor kellene elkezdeni, vagy a tervezéskor kellett volna ilyeneket elgondolni, hogy miből fogunk fűteni. Senki nem gondolta, hogy az energiaár ilyen magas lesz, de a takarékoskodás miatt meg kellett volna lépni már rég. A javaslatokat, gondolok itt a zöld hulladék lerakóra továbbra is forszírozza és napirenden kívánja tartani? Nem, mert még maradhatnánk itt a könnyen jött pénzek játékánál, amit gyakorlatilag úgy néz ki, hogy van egy ceglétkapu egyesület, kap 12 millió forintot, van egy másik egyesület, az is kap 8 millió forintot. Abból szobrot építenek, tehát kettős játék van, nem beruházunk, hanem elkütjük a pénzt, és akkor ezt csak úgy kapták, mert ők pályáztak rá. Miért nem pályáznak a város érdekében véletlenül valaki, hogy ez lenne? Ott van a következő, csak egy példa. Aszaló utca, világ végére vezető, a kórház háta mögötti utca, igen, egy oldalon laknak, ott az Aszal utca végén van egy érdekeltség, egy KDNP érdekeltség, valószínűleg azért fogják oda vezetni, ez a gyermekek tere névű építmény, oda fogják vezetni az utat. A másik jó pénz még, amit igaz, hogy 2015-ös téma, de mindig bosszantott, van ez a szociális szövetkezet az Ugyerban. Ugye mindennapi kenyerünk nevű szociális szövetkezet. Múltkor kimentem, hogy megnézem már, hogy haladnak, mert csak 14 millió forintot kaptak annak idején a kezdésre. Gyakorlatilag van ott 3 emu, és lefényképeztem még egy pár liba, gyakorlatilag nem azt csinálják, ami az alapításban meg volt állapítva, hogy ott majd gazdáknak kiadják a országot, meg megtanítják őket, meg ott lesz ott még imaterem is, minden le van írva, van szépen, hogy hogy működik. De a pénz elment, a 14 millió forint, és amikor föltettem a Facebookra, már fél óra múlva jött a reklamáció, ott lakik ő, ne tegyen föl az emut, mert az emu az övé, meg mit tudom, és én nem tudom ki az a hölgy. Odaadták a lakást gyakorlatilag, most augusztusban kötöttek bérleti szerződést, hogy ott lakik albérletben, tehát havi 10 000 forintért. Gyakorlatilag egy önkormányzat indítva, hogy adjuk el, a szövetkezet akar játszogatni, játszogasson, nem családi vállalkozás ez. Úgyhogy ennyi az össze. A koripályát nem szavaztuk meg, mert ha takarékoskodunk, akkor takarékoskodjunk. Ugye az ellenzék most megint mit csinál, majd mi szerzünk rá pénzt. Gyerekek, hát olyanra szerezünk pénzt, amire szükséges. Koripályát egyelőre nem biztos, hogy pont abban az időben kellett, hogy februárban lesz elég hideg. Ott folyt a víz rajta régebben, és meg a parkot tönkre tesszük, csak 20 millió forint az, akkor dobják össze a vállalkozók. Elég sok vállalkozó pazarol itt energiát, akkor a cégek vannak, mint a hétszentség. És az áram ugye oda elmegy.
zavópénzt tudnak szívesen adni sportlétesítmény, adjanak a városnak is. Oda összeadja 10 nagyvállalkozó, hogy ezt mi adtuk oda, és a koripálya, akkor ingyenes lesz a koripálya, ennyi az összes. Fél perc sem maradt a zöld hulladék lerakó. Zöld hulladék lerakó továbbra is kedvenc témám, mert nem rakunk le zöld hulladékot. Ott kellett volna, itt energiaszegénység van, ha ott letárolták volna a város összes zöld hulladékát, és akkor az biomasszának elvitte volna valaki, akkor is jobban járunk, mint hogyha nagykörösen oldják szemét lerakóba. Üvegvisszaváltás nincs. Tehát az, hogy kérünk egy konténert, és az egész város odaholja két nap alatt, az megtelik. Normális helyen Cegléd-Bercel nem van üveglerakó konténer is. Képviselő úr, letelt a műsorban. Köszönöm szépen, hogy nálunk járt, jöjjön máskor is. Jó munkát. Még egy fél óra kellett volna. Mindenkinek ugyanannyi idő áll a rendelkezésére. Tudom, de... Még egyszer köszönöm, hogy itt járt. Jó munkát. Jó. Kedves nézők, ez volt a Fogadóra. Köszönöm figyelmüket.